Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Jubilált a Pálinka Fesztivál. Gönci magyar kajszi és fekete berkenye lett a legjobb. Tarolt a tuzsíri manufaktúra. A kereskedelmi kategóriában ők nyerték a fődíjakat. Költő a költőkről. Becsi András a könyvtárban tartott előadást. Újabb győzelem. Ezúttal a Kecskemét járt Pórul a Szeged Grosics ellen. Karjaiban hozta ki. Égőházból mentette ki a rendőr az idős nőt Körösladányban. Több könnyű zenei és szakmai programot követően vasárnap befejeződött a háromnapos jubileumi Gyulai Pálinka Fesztivál. Összesen 1182 mintából Galambos Gergely, Gönci Magyar Kajszi párlata lett a Brillante 2019 legjobb bérfűzetett párlata, a legeredményesebb bérfűzdéje címet pedig a Szabolcs Aranya Pálinka Ház érdemelte ki. A legjobb magánfőzött párlatnak járó elismerést a Gyenesei Pálinkárium 2017-es évjáratú fekete berkenye pálinkája nyerte meg. Ez a nap híre. Többek között Kisgrófa műsora színesítette a jubileumi 20. Gyulai Pálinka Fesztivált a Várkertben. Az évről évre színesebb rendezvény a három nap alatt új környezetben várta az érdeklődőket, ahova a helyiek mellett egyre több vendég látogat el a határon túlról is. Örülünk, hogy nem esik az eső, ettünk is, ittunk is, gyerekek is jól érzik magukat, a várat is meglátogattuk, és reméljük, hogy jövőre is el tudunk majd jönni. Az ország minden pontjáról érkeztek látogatók, de volt, akinek nem csak a pálinka miatt vált fontossá a rendezvény. Tegnap vettem el a szerelmemet feleségül, és az édesanyámtól kaptuk ezt az utat, de a kislányom ajánlotta, hogy pontosan erre idejöjjünk a fesztiválra, és így egybekötöttük a hasznos, de kellemessel. Az esemény nem titkolt célja a minőségi pálinka fogyasztás népszerűsítése volt. A fesztivál látogatói a standoknál különféle pálinkákat kóstolhattak meg. Mindenféle pálinkát megkóstoltunk, amit csak szerettünk volna, de különösen van a kedvenceink a málna, a megy és a bírs, amit mindenképpen ajánlunk a kedves nézőközönségnek, kóstolóközönségnek. Fantasztikus finomak a pálinkák. A kiállítók között volt olyan is, aki saját készítésű, zárjeggyel ellátott házi pálinkákat árult. A legnépszerűbb pálinka talán a kajszi barack, az, ami a legjobban megy, aztán a második legnépszerűbb a birsalma, de mivel Szabolcs megyéből jöttem, ezért nálunk az alma és a szilva is nagyon jó, tehát ugye a szabolcsi alma, a szatmári szilva, azokból is elég sokat adtam már el. Szombat délután a bronz, ezüst és arany minősítéseket adták át a szakmai zsűri által arra érdemesnek ítélt nevezőknek. Lovasi György versenyigazgató kiemelte, rekordnak számít, hogy 1000 darab felett volt az idei versenyre nevezett minták száma, 589 darab magánfőzött párlatot, valamint 407 darab bérfőzetett párlatot díjaztak. A bérfőzetettek 12%-a lett aranyérmes, kereken 50 minta, 21%-uk ezüstérmes, 29%-a pedig bronzérmet kapott. A magánfőzötteknek 7%-a lett aranyérmes, és ők nekik 32%-a bronzérmes, és összesen 59% lett érmes, a bérfőzötteknek pedig a 62%-a lett érmes. Görgényi Ernő polgármester az eseményen kiemelte, ez a két évtized hozzájárult a magyar pálinka kultúra jelentős fejlődéséhez. A Pálinka Fesztivál a versenynek is köszönhetően azt gondolom, hogy jelentős inspirációt nyújtott sok-sok pálinka főzőnek ahhoz, hogy még magasabb minőségű italt készítsem. Idén Galambos Gergely, Gönci magyar kajszi párlata lett a Brillante 2019 legjobb bérfőzetett párlata. Ösztönöz, nem ösztönöz, mert az a lényeg, hogy jó gyümölcsből jó pálinkát lehet főzni. És mióta foglalkozik ezzel? Hát 10 éve körülbelül. A Brillante 2019 legeredményesebb bérfőzdéje címet a Szabolcs Aranya Pálinka Ház érdemelte ki. Decemberben leszünk 5 évesek, azóta főzünk. Egy új építésű pálinka főzdénk van, és mindig nagy baráti társasággal érkezünk ide, és már most negyedszer sikerült megnyernünk
egymás után a legjobb bérfőzde címet. A legjobb magánfőzött párlatnak járó elismerést a Gyenesei Pálinkárium 2017-es évjáratú Fekete Berkenye pálinkája nyerte meg. Minden este koncertek várták az érdeklődőket, akik a Magna Cum Laude, a TNT, Fenyő Miklós, a Vasárnapi Nap, valamint a fesztivál zárásaként Ruzsa Magdi koncertjét láthatták, hallhatták. A tuzséri pálinka manufaktúra Besztercei Szilva pálinkája lett a legjobb kereskedelmi pálinka, és a legjobb kereskedelmi főzde címet is ez a cég érdemelte ki. Pénteken a Brillante 2019 kereskedelmi főzdék pálinka versenyének eredményhirdetését követően a pálinka lovagrendek vonultak a 100 éves cukrászától a Várkertig, ahol sor került a 20. Gyulai Pálinka Fesztivál ünnepélyes megnyitójára. Pénteken a Városháza dísztermében hirdették ki a Brillante 2019 Hungarian Spirit Award kereskedelmi főzdék pálinka versenyének eredményeit. Nagy István agrárminiszter kiemelte, a Gyulai Pálinka Fesztivál 20 éven át tartó működése jelentősen hozzájárult a Hungarikum Pálinka presztízs növekedéséhez. Az utóbbi 20 évben egy olyan fokú minőségjavuláson esett, tehát nyugodtan mondhatom, hogy világhíret egyszert. Megtalálta helyét a gasztronómiában, megtalálta helyét abban az kultúrában és abban a fogyasztói szokásokban, amire nagyon-nagyon büszkék lehetünk. És ezért is jöttem el Gyulára erre a versenyre, hogy kifejezem köszönetemet és gratulációmat a versenyszervezőinek, hogy két év tized alatt, amit ők itt csináltak a verseny keretében, az nagyon-nagyon sokat jelentett és nagyon sokat segített a magyar pálinka világhíres ételében. Ebben az évben rekordmennyiségű, összesen 1182 mintát neveztek be, melyeket három kategóriában értékelt a szakmai zsűri. A pénteki díjátadón Bora Imre főszervező kijelentette, újra Magyarország második legnagyobb pálinka versenye a gyulai, köszönhetően a beküldött minták számának, illetve a díjazás újításainak. Újdonságokat hoztunk be, ugye mondhatom azt, hogy beneveztük a legeredményesebb főzdét, ugye az értékes minőség nagydíj bírálati rendszerébe, olyan marketing támogatást adunk neki egy 500 ezer font értékben, ami segíti a piaci jutását. Újdonság a Pannon Gasztronómiai Akadémia Egyesülettel közösen létrehozott Hungarian Spirit Magyar Pálinka Válogatás 2019 elnevezésű díj, mely keretén belül 6 pálinkát ismertek el. Ezek a nyertes pálinkák, ezek sokkal közelebb fognak kerülni a vendéglátáshoz, a menüsorokhoz, az éttermekhez és ezáltal a vendégekhez. Akadémiák nagyon sokszor, mind belföldön, mind külföldön népszerűsíti a magyar konyhát, a magyar gasztronómiát, a magyar italkultúrát, és ezáltal biztos, hogy ezeket a pálinkákat el fogjuk vinni a különböző bel- és külföldi rendezvényeinkre, és így méltóképpen leszünk képviselve. A pénteki díjátadón a bronz, ezüst és arany minősítések mellett külön díjakat ítéltek oda az arra érdemesnek tartott nevezőknek. A kereskedelmi kategória legjobbja a tavalyi évhez hasonlóan a tuzséri pálinka manufaktúra Besztercei Szilvája lett. A legjobb főzdének járó díjat szintén ez a cég nyerte el. Felemelő és nem lehet megismételni, bármikor minden díjátadáson ugyanígy tudok örülni. A legjobb kereskedelmi pálinkánk, a Szilva pálinkánk, tehát ez egy Besztercei Szilva, ami külön örömmel tölt el, mert ebből rengeteg van a piacon, és ebből a legeredményesebbnek lenni nagyon-nagyon nehéz. Nem is tudom, egyáltalán volt-e már Szilva valamik pálinka versenynek a legjobb terméke. A díjátadót követően a pálinka lovagrendek a 100 éves cukrászdától a Várkertig vonultak, ahol a lovagavatás zajlott. Ez alkalomból meghívást kapott a magyar magánfőzők pálinka lovagrend is. A lovagrendük a magánfőzők, akik saját maguk készítik ezt a nedűt. Annak van egy egyesülete, és ezek az egyesületen belül alakult meg ez a pálinka lovagrend. Pénteken este a Várkertben hivatalosan is megnyitották a 20. Gyulai Pálinka Fesztivált, melyen a fesztivál megteremtéséért Lovász Sándor életműdíjat vehetett át. Csak a szépre emlékezem, és remélem, hogy 20 év múlva ugyanitt kapok még egy ilyet, és akkor még több szép emlékem lesz. Az alábbi képsorokon láthatjuk, ahogy Varga Zsolt Budapest főtanácsnoka átadja Görgényi Ernő polgármesternek a főváros kulcsát, ezzel jelezve, hogy a fesztivál ideje alatt Gyula a pálinka fővárosa. A megnyitót közös koccintás zárta.
Irodalmi évfordulók apropóján tartott előadást a könyvtárban Becsi András költő. Az eseményen szó esett Ady és Petőfi kultuszáról is. Juhász Gyula szerint a költő az, aki megállítja a mulandóság napját az égen. A bölcsek szerint a költő a mindenség adósa, Juhász Gyula szerint pedig az, aki megállítja a mulandóság napját az égen, mondta Becsi András a Gyulai Könyvtárban megtartott előadáson, mely a modernkori irodalom nagyjaira helyezte a hangsúlyt. Az eseményen Becsi András Petőfi, Ady és tovább címmel beszélgetett Dézsi Jánossal, a bibliotéka igazgatójával. A program apropóját a költészet napja mellett több évforduló szolgáltatta, hiszen idén 100 éve például annak, hogy meghalt Ady Endre. Vannak jeles évfordulók, például Ady 100 éve halt meg, és Petőfi meg 170 éve tűnt el. Tehát ilyen évforduló Márainak a 30 éves halála, vagy esetleg Gyulai vonatkozás 25 éve halt meg Simonyi Imre. Becsi András megjegyezte, még nem is olyan régen rendszeres időközönként újjáélett a vita Adiról vagy Petőfiről, ez napjainkra egyre inkább elenyészik. Szokás szerint mindig, ha Adiról van szó, megint elkezdődött egy óriási vita, hova tartozik ide-oda, amoda, de Petőfiről elfeledkeztek. Sajnos már Adiról sem folyik vita. Aki ismert az Ady vitákat, az tudja, hogy 5-10 évente mindig fellából körülötte vita, úgyhogy ez nem volt olyan érdekes, és nem volt olyan meghökkentő. A meghökkentő az, hogy már nincs is vita róla. Az eseményen szóba kerültek a Petőfi epigonok, akiken, mint Becsi András mondta, jókat derülünk. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy arról nem esik szó, hogy a 20. század második fele József Attila utánzásával telt el. A tavasztal jó formában futballozó Kecskemét látogatott vasárnap Gyulára, hogy pontokat raboljon a Szeged Grosics Akadémiától. A hazai gárda 2-1-0-ás győzelem után újabb sikerre készült. Jó formában érkezett Gyulára a fehér szerelésben lévő Kecskemét, mely legutóbb épp a hosszú győzelmi szériában lévő Dunaújváros győzte le. A Szeged Grosics Akadémia legutóbbi 3 meccsét úgy nyerte meg, hogy gólt sem kapott. Támadóbb felfogásban lépett pályára ellenfelénél a Szeged Grosics, mely igyekezett kihasználni az először kezdő 202 cm-es Szása Popin magasságát. A 6. percben már ő fejelt, ezúttal még a kapu mellé. 3 perc múlva pászka szögletét a hosszún érkező Popin fejelte vissza középre, ahol Farkas Márk a kapuba bólintott. Újabb 3 perc elteltével ismét Farkas fejelt, de Kunsági hárított. A folytatásban is a Szeged uralta a mérkőzést, de a Kecskemét időnként kikitört a szorításból. A 37. percben pászka fejelt Andorkához, aki egy csel után középről a kapusba bombázott. Kunsági Rolandnak hamarosan pászka éles szögből leadott lövésénél kellett nyújtózkodnia. A második félidőben Takács szabadrúgása volt az első lehetőség, majd a későbbiekben is inkább a kecskemétiek kezdeményeztek, de a hazai együttes védelme stabilnak bizonyult. A Szeged ugyan átadta a területet ellenfelének, de a 77. percben így is bebiztosíthatta volna győzelmét, azonban Popin fejese után Csigán a kapusba lőtt, majd Andorka lövését a gólvonalról kivágták. A hajrát ugyan megnyomta a Kecskemét, de nagy helyzetig nem jutottak, igaz, a szegediek sem tudták góllal befejezni az ellentámadásokat. Egy pontrugás döntött el a mérkőzést, vagy a 3 pont sorsát. Nagyon nagy kár, mert úgy éreztük, hogy több van ebben a mérkőzésben. A játékban taktikailag srácok megoldották, amit kértünk tőlük, szerettünk volna. Kár, hogy ez most nem párosult eredménye. Győzelmével a Szeged Grosics továbbra is az első helyen áll, azonban a 3 rivális közül a hétvégén mindegyik nyert, így szoros az élboly. João Janeiro elégedetten nyilatkozott a találkozó után. Ez volt az eddigi legnehezebb hazai mérkőzésünk. A Kecskemét jól játszott. Az első félidőben mi domináltunk, és a második félidő jelentős részében is ellenőrzésünk alatt tartottuk a mérkőzést. Sok helyzet nem alakult ki, de nekünk volt több nagy lehetőségünk, melyek közül egyet értékesítettünk. A Szeged Grosics vasárnap a Hódmezővásárhelyhez látogat. A következő gyulai meccset április 28-án a Kozár Mislen ellen játssza a csapat.
Égőházából hozott ki egy rendőr egy 86 éves nőt Körösladányban. A tűz valószínűleg elektromos zárlat miatt keletkezett, az oltás közben a tűzoltók egy gázpalackot is kihoztak az épületből. Karjaiban hozott ki egy idős nőt az égőházból egy rendőr Körösladányban. Egy az épületben tartózkodó férfi pedig őket követve jutott ki a szabadba. Az épület kiégett, lakhatatlanná vált. Mindkét fél számára előnyösnek bizonyult ez az együttműködés, mely a Gyula Hús és a Magna Cum Laude zenekar között bontakozott ki. Rövid hírek következnek. Az év elején Gyulai 20 feldolgozó címmel jelent meg a Magna Cum Laude zenekar új albuma. Ezt részben a Gyula Hús ihlette és támogatta, majd a csapat februári nagy koncertjének megrendezését is segítette a cég. A pénteki, meglehetősen kötetlen hangulatú sajtótájékoztatón a felek áttekintették az együttműködés eddigi eredményeit, és megfogalmazták, hogy a jövőben is szívesen dolgoznak együtt. Mező Misi, a zenekar énekese elmondta, édesanyja a cég elődjénél a húskombinátnál dolgozott, így neki már gyerekkorától van kötődése a gyulai húsiparhoz. Ő arról is beszélt, legutóbbi albumuk hogyan kapta a Gyulai 20 feldolgozó címet. Daka Zsolt, a Gyula Hús ügyvezetője az együttműködés részleteit elevenítette fel. Görgényi Ernő polgármester arról beszélt, hogy az erők összeadásával megsokszorozódhat a város jó híre, erre példa a Gyula Hús és a Magna Cum Laude kölcsönösen előnyös együttműködése. A felek úgy tervezik, a jövőben is lesznek olyan közös megmozdulásaik, melyek nem csak a város népszerűsítik, hanem mindkettejük számára előnyösek. Ingyenes lesz az a LEGO kiállítás és a hozzá kapcsolódó interaktív játszóház, melyet április 30-ától május 26-ig bárki meglátogathat a Gyulai Kohán képtárban. Ezt jelentette be a csütörtöki helyszíni sajtótájékoztatón Görgényi Ernő polgármester és Alt Norbert alpolgármester. A hatalmas terepasztalokon magángyűjtők és építők egyedi kreációit mutatják be, a Star Wars jeleneteitől a LEGO városka életéig. A Disney-s gyűjtemény előtt bárki átélheti újra kedvenc meséjét, és képzeletben bebarangolhatja a több mint 4000 darabból álló, nagy részletességgel megalkotott ikonikus hamupipőke kastélyt, vagy éppen csatára kelhet a Karib-tenger kalózaival. A sajtótájékoztatón hangsúlyozták, a kiállítás megtekintése és a foglalkozásokon való részvétel ingyenes. A részletekről a gyulatelevizio.hu oldalon olvashatnak. Kedden adott koncertet a gyulai általános iskolásoknak a Zűrös Banda. A zenekar különböző kelet-európai és balkáni zenei hagyományok mellett a jazz és a modern tánczenéket dolgozza fel. A művelődési központba érkező diákok interaktív módon ismerkedtek meg a román, magyar, makedón, cigány és szerb népdalokkal, valamint olyan nem mindennapi hangszerekkel, mint például a tárogató. Nagyon hasonlít a klarinéthoz, de más alakja van a testének, mert ennek tölcséres teste van, a klarinéton pedig hengeres, ebből kifolyólag egészen más hangja van. A zenészek azt is bemutatták a gyerekeknek, hogy egy jól ismert népdal hangzásvilága hogyan tehető moderné, a mai zenei divatnak megfelelővé. Az előadás célja a fiatal generációk érzékenyítése a tradicionális értékekkel szemben, fejtette ki Kertész Ákos frontember. A gyulai közönség különös lelkesedéssel tanulta meg, majd énekelte el a Zöld Erdőben Demagos című népdalt. Bás és Branka énekes elárulta, öröm gyerekeknek zenélni, mivel ők őszinték és nyitottak, így könnyebb velük interakciót teremteni, bátrabban részt vesznek a közös éneklésben is. A zenekar ezen a héten a megye egész területén tart egyedi lendületes ifjúsági koncerteket, mely nagy sikert aratott a gyulai művelődési központba látogató diákok körében. Ebben az évben is megrendezték a Délalföldi Népi Kézműves Közösségek találkozóját Békés Csabán, a Fédrad rendezvényközpontban. A konferenciával egybekötött eseményre 24 településről érkeztek civil szervezetek,
ebből 12 település polgármesterének az előadását is figyelemmel lehetett kísérni, akik a településükön működő helyi kézműves közösségek szerepéről beszéltek. A megyei, illetve a délalföldi kézműves közösségek találkozóját még 2015-ben rendezték meg először, akik azóta egyre nagyobb szerepet játszanak saját településükön. A délalföldi gyapjúhímzésnek a szálán varrott technikával készült darabjai többségben Orosházáról érkeztek a rendezvényközpontba. Ugyanakkor Mezőberényben és Békéscsabán is alkalmazzák ezt a technikát, valamint hasonló szörhímzések a határon túl is készülnek, például Aradon. A kiállított darabokat Kudlákné Balázs Noémi, a két soproni hímző szakkör vezetője mutatta be. A kézműves értékek mellett gasztronómiai élményekkel is gazdagodtak a jelenlévők, és bárki megkóstolhatta a különböző települések különlegességeit. Megtartotta éves találkozóját a hétvégén a Gyulavárosért baráti kör, az eseményre a Mogyorósi János városi könyvtárban került sor. Az 1980-as években alakult szervezet tagjainak egy kisebb része Gyulán, a nagyobb pedig már Budapesten él. Utóbbiak havi rendszerességgel találkoznak a fürdővárosban. A hétvégi gyulai közgyűlésen többek között a tavalyi év eseményeiről beszéltek, és a jövőbeli programokat tárgyalták meg. Farkas Mária elmondta, az eseményen megemlékeztek a nemrég elhunyt tagokról. A Gyulavárosért baráti kör tagjainak célja, hogy minél több fiatal csatlakozzon hozzájuk. A közgyűlést követően közösen látogattak el Víztőmágorra, ahol megtekintették a környék nevezetességeit, ezután pedig egy közös bográcsozáson vettek részt. Ha nem akarunk autóba szállni, távolabbi úti célok eléréséhez igénybe vehetjük a vonat és buszjáratokat. Vannak azonban olyanok, akik a buszon rendszeresen rosszul lesznek, mások a környezettudatosság miatt választják inkább a vasutat. Az országon belül a legtöbb helyre el tudunk jutni távolsági tömegközlekedési eszközökkel. Ön busszal vagy vonattal utazik szívesebben? Az az igazság, hogy vonattal. És miért? Kényelmesebb, föl lehet állni. És egyébként hova szokott utazni? Milyen távolságokra választja például a vonatot? Én nem idevalósi vagyok, de Budapestre szoktam utazni, Baja-Budapest vonalon. Biciklivel. De ha már választani kell, akkor autóbusszal. És miért? Azt hiszem, hogy jobb a szolgáltatás, több helyre elvisz, és rugalmasabb talán. És milyen távolságokra szokta az autóbuszt választani? Hát ritkán utazom vonattal is, meg busszal is, legtöbbnyire autóval, de hibrid autóval, tehát nem környezetet nem szennyezem. Én azt hiszem, hogy olyan 100-150 kilométer az, ami maximum egy busszal letelhető. Inkább vonattal. És miért? Hát talán kényelmes, úgy gondolom, hogy a jobb a hely mozogni, tehát hosszabb távon szerintem azért. És milyen távolságokra választja ezt a közlekedési módot? Igazából mi mosonmagyaróváriak vagyunk, de a lányom Budapesten él, hát ő hozzá szoktam vonattal menni még. A közös uniós agrárpolitika is szóba került a napokban megrendezett szarvasi konferencián. Lapszemle következik. Megvédik a gazdák érdekeit. Magyarország nem tudja elfogadni a közös agrárpolitika forrásainak csökkentését, mivel ezzel végső soron az élelmiszerárak emelkedését kockáztatnánk, írta a Békési Járások. A kormány megvédi a gazdák érdekeit, ezért is hatalmas a tétje a küszöben álló EP választásnak, hangsúlyozta Györfi Balázs szarvason. Közösségi szolgálat legózva. A játékszigetre keresik azokat a fiatalokat, akik a kiállítás területén felállított három játékszigeten közösségi szolgálat keretében szívesen segítenék a gyermekek LEGO építését, írta a Gyulakult. A gyulai LEGO kiállítás április végétől május 26-áig tart a Kohán képtárban. Bakancsos túra Mágoron. A túra egyik célja a túzok megfigyelése, a másik pedig a Mágor pusztán tett gyalogos kirándulás volt. A KMNP.hu azt írta, az út során a kirándulók népes túzok csapatba botlottak, három kakas és 27 tyúk volt a dürgő területen. A roma kultúrát ünnepelték. Negyedik alkalommal rendezték meg a roma kultúra napját a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképzőiskolájában, írta a Békésváros. A program célja, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá tegye a cigányság kulturális értékeit.
Napsütéses, olykor csapadékos, egyre melegedő idő várható a következő napokban. A hétvégén már 20 fok feletti hőmérséklet sem kizárt. Kedden derült idő mellett sok napsütés várható. A hőmérséklet az éjszakai 2 fokról, délutánra 15 fokig emelkedik. Szerdán is napos idő várható, csapadék előfordulhat. A hőmérséklet 5 és 14 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Jubilált a Pálinka Fesztivál. Gönci Magyar Kajszi és Fekete Berkenye lett a legjobb. Tarolt a Tuzsíri Manufaktúra. A kereskedelmi kategóriában ők nyerték a fődíjakat. Költő a költőkről. Becsi András a könyvtárban tartott előadást. Újabb győzelem. Ezúttal a Kecskemét járt Pórul a Szeged Grosics ellen. Karjaiban hozta ki. Égőházból mentette ki a rendőr az idős nőt Körösladányban. Ez volt a Gyula TV híradója, most a Spiritus következik. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!